pontosan a végére értünk vissza, az életritmus ez volt a címe ennek a rendkívül látványos színpadi táncsónak. Ennyi táncos lábat bizony még soha nem láthattunk ringben. Mi két táncos lábra várunk, nagyon-nagyon, de gyönyörű szép volt az előadás. Azt mondták nekem, hogy ne felejtsem el elmondani azt, hogy Hóbis László többszörös step tánc, világ és Európa bajnok volt az egyik koreográfus, Böröndi Tamás színművész mellett. És természetesen még nincs vége a sónak, én úgy tudom, de egy picit bekukkantunk megint Kovács Istvánhoz. Ott van István. Már fönn vannak a kesztyűk. Természetesen minden mérkőzés előtti mozzanat megvan nála is koreografálva. A kávétól kezdve a felkészülés utolsó mozzanatai mindig ugyanazok, és eddig mindig beváltak. A sónak vége, de a sónak folytatódnia kell, és nem sokára elkezdődik az a mérkőzés, amiről most már hetek óta beszél egész Magyarország. És önök az RTL Klub Televízió képernyője előtt megnézhetik. Öcsi bácsi, látta már így Kovács István bevonulni? Most így szemtől szembe nem láttam még, mert mindig kísérő voltam én is, de úgy látom, a Pista nagyon együtt van. Tehát fölidéződik bennem az a kép, amikor a Budapest nagy csarnokba vonult ki, de akkor is óriási elszántság az arcán volt. Nem lehet baj. Nem tudom elképzelni, hogy itt baj történjen. Pista egy kőkemény sportember, ami látszik rajta. István tehát profi pályafutása során másodszor boxolhat magyar közönség előtt. A bevonuló zene az Ó Fortunától, hát biztos, hogy nem lesz szükség szerencsére a mai mérkőzésen. Itt csak a tudás fog dönteni. Kokó tehát benn van a ringben, és lassan megtelnek teljesen a lelátók itt az Üllői úton. És ott van az öv is, amit majd el kell hódítani. Már ez a WBC öve, nem az EBU öv. Európa bajnokok! De biztos az is előkerül majd. Jön Robinson! Megvan az öv is.
jól megvárakoztatja Kovács István, Robinson. Közben, ahogy Robinson jött be, Kovács István és Szántó Imre szemei összevillantak. Mit mondott Kovács Istvánnak, Öcsi bácsi? Szinte egyszerre mondtuk, én mondtam, hogy nyugodtan, és mondta, hogy nyugodt vagyok. Te láttam majd a mozgásán, hogy nagyon együtt van, semmi, nem láttuk ott semmi feszültséget. Úgyhogy ez nagyon is jó volt ez a kis szünet, ez a bevezető, még a Robinson ide érkezett. Igen, az a zene is tulajdonképpen egész Robinson személyiségét lefestette nekünk. Nagyon vígkedélyű figura, nagyon közvetlen mindenkivel, de a ringben kőkemény. Dave Gardner tehát az edző, hozza az övet, és Steve Robinson az Üllői út ringjében. Jó nagy gólyolást fogadja. Gyértaps, ugyanúgy, ahogy egy éve a Budapest sportcsarnokban, a Balogh Drámánt őt is így fogadják a budapestiek. A nemzeti hívunkon mérkőzésen is belga lesz tehát a vezető bíró.
Haj, de szép volt. Megvolt tehát a belga, a magyar és végezetül a brit himnusz. És most már tényleg semmi akadálya nincs annak, hogy elkezdődjön az Európa-bajnoki döntő. A piros sarokban 29 éves, 171 centi magas és 57... És újra kihívó tehát Kovács István, csak úgy mint egy éve. Augusztus 17-én lesz 30 éves. A mérlegelésen 57,1 kilót nyomott, és a felirat nem jó, 18-17 mérkőzése volt, győzelmekkel teli, és 8 KO-val. Ez tehát a 18. profi mérkőzése Kokónak, és a második címmeccse. Az Ungarn, Kovács Kokó István! Ez a név fogalom lett, nem csak az amatőr, hanem a profi boxban is most már. És egy újabb lépcsőfok, amit meg kell mászni Kovácsnak. Európa bajnokban 31 éves, 173 cm magas és 57 kg. 2 cm magasabb Steve Robinson Kokónál. 10 dekával könnyebbnek bizonyult a mérlegelésen, és 32 éves lesz már, tehát idősebb Kokónál, majdnem 2 évvel. 12 vereség csúfítja a mérlegét. De ennek nagy részét azért címérkőzéseken szenvedte el, illetve a pályafutása elején. Az előző mérkőzésen egyébként... Steve Robinson! Ezt jó kimondani, az SMS internetes szavazók 84%-a azt mondta, hogy Kalocsai Zoltán nyerte a mérkőzést, illetve ő volt a jobb, elsőpről hihetetlen arány. Még egyszer gratulálunk Kacsának, de most már tényleg koncentráljunk erre a mérkőzésre. Egy újabb belga vezetőbíró tehát Kokó mérkőzésén. Ugyanúgy 12 menet természetes, ez hiszen címmeccsről van szó, és egy perces szünetekkel fogják majd tarkítani. Kokó egyébként egy érdekes adat, profiként 97 menetet boxolt, eddig Robinson pedig 368-at. Stormen, Demel Hansen, Wilhelm Vogel és Guido Carelleri. Természetesen ismét három pontozó bíró van, ahogy megszokhattuk már ilyen címmérkőzéseken. És újra bemutatják a hivatalos személyeket a mérkőzésen. A ringorvosok dr. Marianne Banze és dr. A pontozó bírók egy dán, egy olasz és egy német, a mérkőzés vezetője pedig Daniel van de Wiele, aki elmondja majd néhány mondatban, néhány keresetlen szóval azt, hogy mire ügyeljenek, milyen fair szabályokra az ötlözők a mérkőzésen, ne okozzanak lehetőleg egymásnak sérülést, betartsanak minden szabályt. Robinson eddig egyébként Nagy-Britannián kívül 5-ször boxolt, és egyetlen egy veresége van csak. Egy francia fiútól kapott ki, 8 menetben egy Labduni nevű fiútól, de az még 7 éve volt. Úgyhogy itt az ideje, hogy ismét legyen egy ilyen statisztikája neki. Tehát elkezdődik az Európa-bajnoki címmérkőzésen Kovács István és Steve Robinson között az első menet. Csak még egy adalék, Robinson eddig 22 címmeccset vívott, Kokó egyet.
két pofont az Kikovács a mérkőzés első másodperceiben. Nagyon kemény két ütés Kofótól. Újabb kettő. Úgy látszik, ma este duplákra készül Kofó. Jól védi, fönn van a keze Robinson. Mind a két fiú jobb kezes. Óriási iramba kezdődik az első menet, szó sincs arról, hogy tapogatoznának. Robinson próbált belharcot előtetni, Kokó távolról indított. Védte a kesztyű, most pedig az alkar. De szép mozdulatot. Gyönyörűen kiadott a Robinson ütéslet és csodálatos balföldtest itt testre. Isten. Elég nagy iramba kezdett szokatlanul. A taktika titok volt a mérkőzés előtt. Dunek mester csak annyit mondott, lesznek olyan periódusai a mérkőzésnek, amikor úgy tűnik, mintha Robinson lenne majd fölényben. Aztán Kokó váltani fog, és ő lesz fölényben. Hát eddig nem úgy tűnik, hogy Robinson lehet, irányítana. Mert hogy ez volt a taktika, hogy ezt mondta. Elaltatta az ellenfeles Dunek mester. Mert a ringbe egész más történik. Egyenesekkel operál Kovács. Szélesen vigyorog Kokó az ellenfelére, ami általában csak akkor szokása, amikor már biztosan nyeregbe érzi magát. A jobb forog ott ült a fültövön. Kőkemény ütések. Bevitt egy balorgot is. Mind a két oldalon volt találat. Most már jöhetnének a Pistának a bal egyenesei is. Szép volt a hárítása, Pista jobb kéz állított az ellenfél balegyenest, gyönyörű balegyenest ütött, de nem szóltam föl neki. Álmából felkelve István tudja, mit kell tennie. Szó szerint. Új nadrágja van egyébként Istvánnak, óriási magyar címer van rajta, de ugyanúgy a zöld dominál benne, hát persze a Fradi pályán vagyunk. Szép mozdulat volt nagyon. Oldala. Éj természetesen. Santal Plus. Gyümölcsök zamata és a tej sejmes íze együtt. Éj aktívan. Santal Active Drink. Rengeteg gyümölcs, sok vitamin, kevés kalória. Szabadon éj. Santal Foli. Páratlan ízek harmóniában. Egy üdítő ital egyéniségeknek. Santal. Éld az életet. Pontosan a gongszóra értünk vissza, kedves nézők, tehát az első menetnek vége, Kovács István és Steve Robinson mérkőzésén tapogatózásról nem volt szó, inkább arról, hogy Kokó azonnal átvette az irányítást. Az SMS és internet szavazók 79%-a úgy gondolta, hogy Kokó megnyerte az első menetet. Haradjon ez az arány, azt mondom! Kovács István sorozása és óriási, hihetetlen nagy erővel bevitt ütései majdnem mind landolnak Steve Robinson fején és testén. Újra testre, azt talált, a fejet, azt védte. Azonnal látszik, hogy Kokó megerősödött valami iszonyatos módon az utolsó 6-7-7-ben. Nagyon rámentek fizikális felkészítésére. Ezzel két sorozatnál nem is tudtam megszólalni, mert a Pistitől nem láttam ilyet. De jól kezdi ezt a 3 percet. A közönség pedig persze egyből azt akarja, hogy üsse ki Robinsont. De
lélektani hadviselés is, nem csak a fizikai megtörésen keresztül megy a bunyó, a lelkekbe kell nagyon erősnek lenni, és úgy tűnik, hogy a Pista lelkekbe akarja megtörni az ellenfelét az elején. Elég nyíltan odáll verekedni. Nézzük Kokó arcát, ahogy kivillan az a zöld fogvédő, és azok a ravasz szemek, ahogy figyelik, hol van a rés. Itt a Fradi pályán próbálna mászni fogvédőbe lenni. Igen. Nincs is más szerintem a kelléktárában, csak zöld. Szép, gyönyörű, és utána újra ballal. Robinsonnak nem volt még értékelhető ütése. Steve Robo Robinson, aki azt mondta, hogy ezt a meccset nem nyeri meg, akkor visszavonul. Jó úton halad felé. Szerintem most már jönnek a Pistának a bal egyenesei majd megint. Úgy, igen. És mélyre sikerült Robinson balfelütés. Belharcot nem erőlteti István, hátulról szúrogat, és ez a jó taktika. Robinson indít távolról ballal. Gyönyörű volt, nagyon szép volt. Óriási erőt visz bele az ütésekbe István. Szép. 10 másodperc a menetből, ebből is ő jön ki jól. Vigyázni azért a fedezékre. Hoppá. Csak egy gombnyomás, és az ország jó részén úgy tűnik majd, másképp telik az idő. A Vestel zöld zóna díjcsomagjával az ország területének több mint 80%-áról hálózaton belül legfeljebb nettó 28 forintos percdíjért beszélhet. Megéri csatlakozni. Mobiltelefon kártyával már bruttó 7000 forinttól. Vestel. A kapcsolat. Csillogó a magas fény. Trinál. Magyarország legkedveltebb románc festéke. Festéket a Trilaktól. Jön tehát a harmadik 3 perc, kedves nézők. Steve Robinson alaposan kihasználta az 1 perces pihenőidőt. És az első 2 menet, azt hiszem mindenki számára világos, hogy Kokóé volt. Nagyon messze a vége természetesen még. Ez a szavazáson is látszik, az első 79 volt, ha jól emlékszem, ez pedig 94, tehát azt gondolták a szavazók, hogy a második menetben érvényesült Kokó fölénye nagyon. Zártan védekezik a Robinson. Kokó pedig jobbil áll ebben a menetben. Profi pályafutása, ez a századik 3 perces küzdelem. Grigoriánnak nem sikerült a 200-dik, Kokónak szerintem fog. Említettem, Steve Robinson öreg rutinos róka. Akkor sem dőlhetünk hátra a székünkben, ha a 11. menetben is Kokó vezet. Pista nagyon jó taktikát választott, hogy ő támadja és ő kezdeményezze, mert neki kibontakozza a Robinson. Kell is tartani magát ez a taktikához. Eddig még nem sokat láttunk Steve Robinsontól. A Fehérsúly egyik nagy visszatérője. Ismét Kovácsé volt a jobb harog. Széles, olyan kaszáló ütéssel próbált meg operálni Steve Robinson testre. Legalább egy jó volt abból a háromból. Kokó fölteszi a jobb kezét, mint egy félős kisfiú, aztán szerintem arra várt, hogy mikor tud oda tunkolni egyet. Az kemény volt jobbal.
az nem volt jó. Nagyon szereti a kombinációkat, ez látszik rajta. Mindig arra vár, hogy mikor tud elindítani egy ilyet. Van bőven a repertoárban. Amatőrként melyik volt a kedvenc ütésfajtája? Isten, az egyetlen már ütött ezeket a kombinációkat. De nézem a Robinsont is, mert nagyon fegyelmezetten védekezik, és az 12 mert még nagyon soká lesz vége. Mély volt. Borsodik az élet habos oldala. Először mindenki meghökken, ha erről a biztosításról hall. Ha többet tud róla, megérti, hogy mindenkinek szüksége van rá. Mert egyszer az elkerülhetetlenre is gondolni kell, de csak egyszer. Gyertyalánk temetkezési biztosítás az Agrupación Funeuropa biztosítótól. Dunek mester még utoljára valamit oda mond. Az első három menetnek tehát vége. És eddig semmi okunk nem lehet a panaszra. Kovács István abszolút mértékben irányít a ringben, tanári módon. Az előző menetben 83%-a látta úgy az SMS és internet látogatóknak, hogy Kokó volt a jobb, ő nyerte azt a három percet. Na nézzük a negyedikben. Robinson magához talál-e? Még egyszer gyönyörű volt. Robinsonnak lassan bizony el kellene kezdeni ütnie is, hiszen eddig csak védekezik. Ne ő a tudna. Így van, azt mondják, mindenki annyit boxol, amennyit engednek neki. Kokó most ebből a szempontból nem egy adakozó típus. Igen! Méregetik egymást most, néhány másodpercig. Vigyázni kell Robinsonra. Kokó sokkal gyorsabb és taktikusabb, de Robinson ütőereje is megvan, úgyhogy minden pillanatra oda kell figyelni. Igen. Ott is a bíró. Ez nem volt komoly. Szép volt az ütés. Robinsonnak végig fönn van a kettős fedezéke, onnan próbál megindítani. Kukó lejjebb ereszti. Játékos a boxoló sokkal, és nagyon jól mozog, nagyon jól táncol. Igen, egy angol konzervatív, magas zárt fedezékkel öklöző brit versenyzőt látunk. Ez a Kokó megtalálja a réseket. Általában azt mondják, hogy a kettős fedezéket ugyebár ilyen beugrásokkal vagy belhardva lehet nagyon jól feltörni. De hát Kokó annyira kreatív öklöző, hogy mindig megtalálja a megfelelő utat. Számára nincsen olyan stílus. Né. Igen, ez ettől kellett távol tartani magát a püstön. Mozoghatna ő, az a profitól idegen a mozgást. A Kokónak szabad szerintem mozog, nem abból is jól tud ötni. Steve Robinson, 12 éve ugyanabban a Cardiffi kis edzőbarakban készül föl. Hát nem tudom, hogy most szerencsét hozza ez neki. Szép ismét talált István. Ez is. Nagyon szép volt az a mellélépés. Usta!
Sokféleképpen próbálkozhatsz. De a Praktikum roaminggal biztosan hazaüzenhetsz. Külföldön is elérhetnek a mobilodon, és kedvedre SMS-ezhetsz. Részletek az üzletekben. Pannon GSM, az élvonal. Bacardi. Kóla. Jég. Lime. Az igazi Cuba Libre. A világ legnépszerűbb long drinkje. Kedves nézők, tehát következik az 5. 3 perc a profi Európa bajnoki döntőben. Kovács István és Steve Robinson között az első 4 menet mindegyike Szántó Imre szerint is Kovács Istváné volt. A legutóbbi százalékos számadat 81, ami Kokó fölényt sejtett. Nagyon kemény volt. Robinson egy picit meg is állt, mint egy szobor. Kővé merett. Mint egy bűszült bika. A piros nadrág is egy picit ezt támasztja alá. Úgy megy a ringben, ide-oda Robinson. Kokó pedig, mint egy igazi matador eddig. Csodálatosan terelgeti. Légy kemény volt. Fél másodpercen belül 2 ütés, ráadásul 2 különböző kézzel. Ez igen. Saját elmondása szerint is élete legkeményebb felkészülésén van túl Kovács István. És szerencsére sérülés sem hátráltatta, mint néhányszor, ugyebár a kezével, az orrával is voltak problémák, de most tökéletes állapotban van. Megint megelőzte, remekül ment el, és elhelyezett egy jobb egyenest. Telnek, múlnak a percek, és Robinson igazán nem találja az ellenszert. Kérdéses, hogy mikor nyitja ki azt a pokolládát, amit ígért. A kulcsot nem találja eddig. Most 2-t oda piszkál Robinson is. Gyomorra 2 kőkemény ütés Kokótól. De kemény, ha nem lett volna ott a kesztyű, megrendítő erejű ütés volt. Távolról indult Robinson, és el is találta Kokót. Megállított egy pillanatra Kokó egy pici ütéssel, bőven elég volt ahhoz, hogy a lendületét elveszítse Robinson. Szép. Igen, ez tetszett neked? Nem. Borsodik az élet habos oldala. Eddig sok nő csak akkor beszélhetett szabadon, ha a férje végre lelépett. A netről. De most itt a Matáv ISDN. Kapcsolódjon rá. Így a család egyszerre telefonálhat és internetezhet. Akár korlátlanul is. 2 vonal, villámgyors internet. Most akciós kedvezményekkel. Kapcsoljon ISDN-re ön is. Negyed óra kőkemény profi box. Öcsi bácsi, hogy látja a mérkőzést? Úgy látom, hogy Európa bajnok, eddig még nem tudott semmit csinálni a Pista ellen. Mondjuk ennek nagyon örülök, de annak még jobban, a Pista nagyon jól boxol. Kivéve mondjuk ezeket a figurákat. A közönség is így érzi, az SMS és internet szavazáson 84%-a mondta azt,
a látogatóknak, hogy az előző menet is Kokóé volt, tehát pedig mind az ötöt adták nekik. Behalasztott ez a gurizű hang. Az orrát szeretnék szétüttetni Kokóval, amint Robinson orrát természetesen. Teljesen mindegy, hogy melyik testrészét találja el, csak értékelhető ütés legyen. Profi Európa bajnoki címet már 1912 óta jegyzik. És egy brit, Jim Driscoll volt az első Európa bajnok. És utána is brit, francia és spanyol dominancia jellemezte a súlycsoportot. Hát úgy tűnik most lehet, hogy át kell adniuk ezt egy picit más területekre, mondjuk Közép-Európára. Egy kicsi ország, egyik legkiválóbb öklözője, fantasztikus dolgokat művel a ringben. Vigyázni Robinsonra. Folyamatosan ott van most Kokón. Úgy látszik, mint a taktikát változtatott volna, most mint a pióca úgy ragadt Kokóra. Nagyon szép volt. És most vissza. Ez az. Kokó is távol a ringről, de ő találta vala különbséggel. Falhorog a testre, jó volt Robinsontól. Most egy sorozást. Ott kell most, meg kell fogni a kötélnél. Kapott is rendesen Robinson, el is ismeri. Keményen testre, gyomorra, a lengőbordákra, az eléggé fájdalmas tud lenni. Kokó tudja, hogy hol vannak ezek a pontok, ezek a neuralgikus pontok. Kesztyű véd. Nagyon szép jobb felütés. Balla kettős szép volt. Összeakasztodnak, és ismét Kokó távozik egy ütéssel. Az igen. Eléget erőteljesen megállította Robinson próbálkozását. Lehajol Robinson egészen, aztán megkapja ő is. Ő is talál ballal. Úgy tudom, hogy Mérei Andrejának ismét van egy vendége, úgyhogy oda kapcsolom most gyorsan egy picit. Demián Sándor van itt velünk, aki Kokó nagyon régi és nagyon jó barátja, és azt mondta az imént, ahogy néztük a menetet, hogy ne üsse még ki Kokó Robinsont. Miért? Ha arra boxolna, hogy ki is, óriási lenne az energiavesztesége, és azt gondolom, hogy fejjel és lábbal kell megverje az Európa bajnokot, és ez biztos, hogy sikerül neki. De a box az egy olyan sport, hogy elég egy másodperc bele lehet szaladni egy ütésbe. De azt gondolom, hogy mindenki látja, hogy egy jól felkészült, igazán professzorral boxnak a fog. Köszönöm, Csaba. Köszönjük szépen. Hát így van, nagyon sokat számít a mentális tisztaság, hogy fejben ott legyen az öklöző, tudja, hogy mit kell csinálni, tudjon előrébb gondolkodni legalább 2-3 ütemmel, mint az ellenfél. És hát lábbal Kokó aztán nagyon jó. Nem tudunk 80% alá menni, úgy tűnik, az SMS és internet szavazáson. Azt hiszem az első menet volt talán 80% alatt, minden további. A nézők odaadtak eddig Istvánnak, és szerintem a pontozóbírók is. Öcsi bácsi már egy picit elmosolyintotta magát a szünetbe most. Ez azt jelenti, hogy picit már nyerekbe érezteti magát István? Úgy látom, hogy boxtudásban különbség van kettő között, de viszont nagyon nagy rutina rendelkezik a Robinson, ugye 42 mérkőzése volt már, de még pár. Már is az olyan magas zárt fedezékben boxol. Arra számít, hogy a Pista elfárad, de nem tudom elképzelni. Olyan fölényben van. Kokóról mondta edzője, Friss Dunek, hogy már most boxolhatna Hameddel, és ez a mérkőzés, ha ezt is megnyeri, közel van.
Kevesebb ütés ebben a menetben. Mondom én, aztán Kokó egy villámgyorsban a harokra, és utána két egészen tiszta ütéssel találja el Robinson. Szép volt a felütés. Ilyen tisztán nagyon régen találta el. Talán a harmadik, negyedik menetben. Balharog ismét gyűlt. Remekül táncol el, ezt nagyon érzi Kokó, vigyázz! Robinson üldözi Kokót, aki csodálatos technikával ellibben előle, aztán mindig oda keneget egy-egy pofont. Most is ugyanaz a leosztás. Robinson próbálta meg odahajtani a sarokba, Kokó pedig azonnal megállította. Na, nagyon szép volt ez a bontás. Volt védve, de a puffanás ereje is mutatja, hogy volt abba a dinamit bőven. Ennek a menetnek is vége, egyre közelebb vagyunk, kedves nézők, ahhoz. De nem akarom elkiabálni, hiszen nagyon sok van még hátra. Steve Robinson tehát picit bajban, és úgy tudom, vagy úgy hallom, hogy Lédere Rákosnak is van egy riportalanya. Igen, itt emellettem Vukovics Eszpoggal, egyedülre hát nem neked igazgál, hanem Kokónak, mert remekül boxol. Hogy érzed, milyen Kokó? Fantasztikusan játszik, és kifele árad az, hogy végig neveti a mérkőzést, ami azt jelenti, hogy óriási fölényben van. Ez már azt jelenti, hogy ez a meccs meg lesz? Hát a boxban mindig bele lehet szaladni egy ütésbe, de szerintem ő nem fog, mert fantasztikusan boxol ma is. És akkor nézzük a következő menetet, a Tóth Csabáé. A 8. 3 perc következik tehát, igen, Vukovics László is hallották, mit mondott? Játszik, igen, játszik. Ő nem brusztol, ő nem erőlködik, ő játszik. Most éppen a 8. menetben hívja egy kicsit játszani Robinsont. Maradunk a 80% körüli állapotnál, tehát Kokó a 7. menetet is megnyerte, mint eddig mindegyiket, legalábbis a nézők szerint. Nem hiszem, hogy messze járnak a valóságtól. A nézők értik a boxot. Persze. Ahogy a labdarúgó sikerek idején azt mondtak, hogy 10 millió szövetségi kapitánya van az országban, most biztos legalább 8 millió boxszakértő is van, amióta Kokó ilyen szenzációs karriert futott be, alig 3 év alatt. Na, koncentráljuk erre a mérkőzésre. Robinson nem koncentrál eléggé, azonnal veszett két ütést. Hát többször betalált. Robinson nagyon rutinos. Már 18-szor boxolt többet, 8 menetnél. Kokó eddig csak egyszer, azon az emlékezetes május 22-i tavalyi mérkőzésen, ami nem kell mondani, milyen végeredménnyel zárult. Most is kikövezett út vezet talán ugyanoda. Semmi extrát nem mutatott eddig Robinson, de ne felejtsük el, profi boxról van szó. Bármikor jöhet egy nagy ütés, akármelyik oldalon. Fejelés? Talán az. Nem ilyen hajoltak, de volt egy csimbeütés is közben, mind a kettő balaroggal. Talált. A balhorog most is jó, ez mély ütés volt Robinsontól, még aztán még kettő. Ez jobb felütés balhorog. Sőhetnénk ilyen összekötőbb bal egyenesek, egy már bement. Megvan a válasz szerencsére Kokótól. Szép volt megint a bal kéz. Igen, és ebből vissza. Megközelebb. Egyszerre hajolnak le.
nehogy összefejeljenek. A sérülés most nem lenne jó. A bal megint nagyon szép. A ritmusváltások nagyon jók. Tate Gardner folyamatosan azt kéri Robinsontól, hogy menjen előre. Ez most eltalálta Kovács Istvánt. Ugyan támadásba kell maradni a Fristának. Fizikálisan hihetetlenül jó Robinson is. Nagyon-nagyon sok, mint említettem, 22 címmeccsen van túl. De most emberére talált Kokóban. Kokónak tehát jelenleg semmi gondja nincs, mi pedig ismét átkapcsolunk Mérei Andreához. Ahol a vendég Farkas Bertalan, ez a szöveg az első és egyetlen magyar űrhajós, és röviden értékelte itt nekem a meccset megtenni a nézőknek is. Hát óriási mérkőzés, nagyszerű dolog szurkolni Kokónak. Gondolom az első három az övé volt, a hatodik, hetedik, nyolcadik az övé volt. Közepén egy picit megingott, de szerintem az is az övé kellett, hogy legyen. Nagyszerű a hangulat, kiváló a közönség. Nagyon-nagyon szurkolunk neki. Nagyon örülnék, hogyha ilyen fizikai állóképesség mellett az ő táncoló stílusában megnyerne a mérkőzést. Köszönöm, Csaba. Egy úr az űrből. Farkas Bertalan is érti a boxot. Kovács István pedig azt hiszem szakavatott tudora ennek a sportágnak. A 9. menetet is elkezdik. Robinson egyébként mélyen vallásos, de úgy tűnik most, hogy nagyon fohászkodnia kell ahhoz, hogy ez a mérkőzés számára sikerüljön jól. 74% az előző menet, nagyon de az még mindig nagyon magas. Robinsonnak itt most már csak egy célja lehet, hogy kiüsse Kovács Istvánt, mert pontozással nem nyerheti meg ezt a mérkőzést. Gyönyörű. Vigyázni kell a 9. menetben. Négyen nem vigyáztak, és Robinson kiütötte őket ebben az időszakban. Ó! Jobb egyenes, nagyon keményen eltalálta Robinsont. Nagyon szép volt egy is. Akit eddig csak Nazim Hamed tudott kiütni. El is vette tőle akkor a világbajnoki övet, amit már 5 éve birtokolt. Mint említettük, Steve Robinson 7-szer védte meg korábban a világbajnoki címét, volt kisvilágbajnok, volt Európa bajnok, az még most is az, de minden címét elvesztette, most már csak ez van soron. És ne felejtsük el, 1962-ben volt utoljára Magyarországnak profi Európa bajnoka. A férfiút Pap Lászlónak hívták. 38 év telt el azóta. Megint Robinson feje hőkölt hátra, ez azt jelenti, hogy Kokó betalált. Újra testre. Levegő csépei Robinson, aztán utána kifordul. Nem szabad. Tessék megbüntetni, úgy van. Hú, de kemény volt a kesztyűk közé. Egy picit letompítja azt, hogy felemel mind a két kezét Robinson, de higgyék el, hogy nagyon keményen eltalálják ezek az ütések. A mérkőzés vezető egy kicsit szerepel. Fog a Robinson. Fog bizony. Talán annak a jele, hogy ő is fárad. Most vissza. Szép kombináció. Nem tudja eltalálni Kokót, nem tudja eltalálni egész egyszerűen. Károly vége a menetnek. Ez nagyon Hamedes volt, nem? Igen. A ringben, Léder Rákos pedig a ring mellett.
Itt van mellettem Sárd Fabi Péter, öttusázó világban. Nagyon kemény menetet láttunk. Milyen ez a mérkőzés öttusázó szemmel? Igazából nem őrszakértő, de hihetetlen technikai felényben van Kokó, de nagyon kemény az angol gyerek is, úgyhogy nem tudom, szerintem elég lesz a három menet, hogy kiüsse, de nagyon drukkolok neki. Szerinted kiütés lesz? Hát remélem, szerintem igen, mert egyszer el kéne találni jól, és utána már nem lesz mese. De kemény a feje a gyereknek nagyon. Köszönöm szépen a szót, Tóth Csabáé. Ha már itt a KO-król van szó, akkor elmondhatjuk azt, hogy Erdei Zsolt a 8. menetet tippelt, Dámosi Zsolt pedig a 9. De most a 10. jön. Tehát kiütni még nem sikerült, de még az is eljöhet talán. Maradunk a nagyon magas aránynál, ismét 79%. És nagyon kevés van hátra, a mérkőzés utolsó harmadába léptünk. És eddig Kokónak nem volt még szorult helyzete ezen a meccsen. Talán egyszer eltalálta, hogy Isten igazából Robinson, de hát ő megszámlálhatatlan ütést helyezett el a brit testén. Robinsonnak egyébként csak 8 általánosa van, az egész életét az ökölvívása tette föl. Talán megbánta ezeket a dolgokat most. Talán tanulnia kellett volna tovább. Kovács István oktat. Ismét jó, Robinson próbál meg, senki nem mozdul a helyéről, persze miért mozdulna, itt csak 3-4-1 van. Kokónak van ereje arra, hogy most is táncoljon ugyanúgy. De nem baj, hogy nem hallgat a menedzserére a Kokó, és nem ütjük ki, mert élvezhetjük a bunyolját. Nagyon szép volt. De ez is. Lehajolt Robinson. Kiesett a fogvédő. Lemossák ilyenkor természetesen, hogy fertőzés érje. Kicsit pihenhet Robinson. Kis Tyson. Hát most már Kokó bekeretezett képét is lehet, hogy majd fordogathatja magával. A mérkőzés hajrájában vagyunk. És most már nagyon úgy fest, hogy Robinson nem tudja kitalálni azt a taktikát, ami eredményre vezethet. Az a szép a Pista bunyolyába, hogyha nézi valaki, úgy érez, mintha ő is meg tudná csinálni, pedig iszonyatos, mincsoda fizikai felkészültség kell helyez, hogy valaki több mint fél órán keresztül szabadba így boxoljon, de olyan könnyedséget csinálja. Kokó fantasztikus készsége van mindenhez, ezt tudom alátámasztani, remekül focizik, egyszer csocsóztam ellene, kérem szépen, úgy megvert minket, ahogy akart. Szép, nagyon, ez is nagyon szép. Jobban ott van a megint. Nagyon könnyű alany, ugye, a tanítása, a tanulása. Igen, és úgy adja elő, hogy már mindenki kedvet kapna, hogy megpróbálja ezt a sportágat, olyan vonzóan csinálja. Tehát a közönségnek is megjött a hangja. Milyen érdekes, Kokó nem is akar boxolni, focista akart lenni mindig. Milyen jó, hogy pályát változtatott 14 évesen. Jó, kérem szépen. Jó. Gratulált neki a Robinson, és ez a menet, ez fantasztikus volt. Azért az nem semmi. Feste. Újabb riportalany következik, Mérei Andréájtó. Hevesi Tamással néztük végig az előző menetet, aki már nagyon sok Kokó meccset látott. Egy képzeletbeli ranglistán ezt a mai érkőzést hova helyeznéd? Hát először is első helyre, tényleg első helyre. Eufórikus hangulatom. Kokó nem csak egy fantasztikus sportember, hanem zseniális, ahogy szórakoztat bennünket, nézőket, és mellette hát, amit látunk, hát leiskolázta ezt a világsztárt, úgyhogy én azt mondom, hogy szerintem néhány percen belül az egész ország ünnepelni fog. Köszönöm szépen. Csaba. Nem volt semmi túlzó Hevesi Tamás szavaival, tényleg világsztár Robinson, de mit mondjunk Kovács Istvánról? Steve Robinsonnak az utolsó lehetősége, hogy
ott maradjon a Pehelysúly elitjében. Ő azt mondta, neki csak egy lépcsőfok Kovács István a Hamedhez vezető úton. Hát úgy tűnik, hogy nagyot bukik ebben a lépcsőfokban most. Az eddigi legmagasabb talán, ha jól emlékszem, internet és SMS szavazás 86%-a látta úgy a nézőknek, hogy Kukói volt az előző menet, bizony nagyon szépen boxolt. Alig 5 perc van hátra az Európa bajnoki döntőből. Persze, ha Kukó is úgy gondolja. Látták az arcát? Ez mindent elárul. Lelkileg rombolja szét Robinsont. Minden ütése tisztán talál. Nagyon jó boxol. Eddigileg talán jobb teljesítmény nyújt, mint Nabalom Draman ellen. Pedig ott is nagyot alkotott Kukó. Igen, egyre érettebben boxol a Pista. Ezt nem csak Öcsi bácsi, Dunek mester is elmondta. Erőben, gyorsaságban, még most is tudott neki újat mutatni. Kukó fejlődött mindenben, és fantasztikusan jó alany. Mindent megtanul. És tudja fejleszteni azt, amit már nagyon jól tud. Minden meccse után azt mondjuk, hogy Kukó már a csúcson van, de mindig tud meglepetéssel szolgálni. Robinson szinte alig találta el a mérkőzés eddigi folyamán. Sőt, én nem is láttam, hogy talált volna. Robinson tényleg nagy ütő. Hát 17 KO-ja van, kérem szépen, 17 kiütés. És most messze van attól is, hogy egy pontozásos kicsit győzelmet elérjen, ismét eltalált a Kovács István. És ne felejtjük el, Steve Robinson címvédőként érkezett Budapestre. Szép volt a jobbkezes állítás. Nagyon becsületesen küzd a Robinson, mindent megtesz. És szerintem már csak arra törekszik, hogy megkapjunk kávos vereséget. Nagyon jó választás volt az ülői út, a közönség. A majdnem 20.000-es publikum hihetetlen együtt él a játékkal. Másodpercek vannak a 11. menetből. Gyönyörű. Igen. Robinson próbált megfogni, Kukó pedig kezét az égnek emeli, mintha már vége lenne az összecsapásnak. Még 3 percet ki kell bírnia. Egy menet tehát, egy picit értékeljünk. Lédere Rákosnak van riportalanya. Mellettem Kis Csaba, a Ferencváros bajnok, most már azt lehet mondani, hogy bajnok csapatának tagja, és válogatott vízilabdázó. Mit szólsz a mérkőzéshez? Ragyogó a mérkőzés eddig, nem gondoltam volna, hogy Robinson ilyen jól tartja magát. Kukó nagyon jól boxol, én úgy érzem, hogy pontozással, de nyerni fog. Nem fáradt szerinted Kukó? Látszik a mozgáson, úgy érzem, hogy egy kicsit a közönségnek boxolt az elején. Lehet, hogy egy kicsit elfáradt, de szerintem végigbírja simán. Köszönjük szépen Kis Csabának az értékelést, a szó Kukó Csabáin. Nézzék Kukó tekintetét, milyen tiszta és mennyire elszánt. És fölemeli kezét, érzi ő is, szerintem Robinson is érzi, hogy ennek már nem lehet más a vége, csak az, hogy Kovács István győz. Nem mondjunk semmit, szurkoljuk végig az utolsó menetet. Az utolsó előtti menet is az övé. Robinson minden elemében, azt kell, hogy mondjam, Kukó megalázta. Nincs erre jobb szó. Egész egyszer Robinson nem tudja azt boxolni, amit tud. Az a budapesti mérkőzés volt a 12 menet, Robinson ilyen szempontból rutinosabb, de hát ez mit sem számít. Szép. Jó az a felütés is. Na, jobb forog. Erre is emlékezni fog, mikor visszamegy a Szigetországba Steve Robinson. A 12. menetben ilyen ritmusváltásokat csinál. Nagyon jó felkészült fizikailag a Pista.
majdnem 200 kilométert futott, 76 menetet kesztyűzött, aztán még felemelt 650 tonnát, meg 38-szor átugró kötelezett. Ez volt a felkészülése, az a két hét a balti tengernél. Hát akkor hogy boxoljon? Megint betalál a felütés. Szépek az ellenütései. A közönség lassan már visszaszámol. Nagyon a menet feleltet. Nem akarom elkiabálni, de kísértetiesen hasonlít a mérkőzés az egy évvel ezelőttire. Kokó az utolsó pillanatokban már csak játszadozott Steve Robinsonnal, illetve akkor Navalom Drummondnal. Nincs már egy perc sem a profi Európa bajnoki döntőből. Kokó engedte, hogy egy picit testre próbáljon megütni Robinson, aztán egyet ütötte, az nagyon nagy volt. Itt mindenki fölhördül, az emberek a szemük elé teszik a kezüket, ezt nem bírják látni, pedig milyen gyönyörű kiütést követelnek, jó fél perc. Egy perc van, hogy Európa bajnok szülessen. Így van, kérem szépen, a visszaszámlálás megkezdődött. Na, lenyűgözően boxolt a Pist, hogy nem is tudtuk átadni magunkat az örömnek, gondolom a gong után majd. Pap László után ki lehetne méltóbb arra, mint Kovács István, hogy Európa bajnok legyen a profik között. Most sem vagyok fantasztikus hangulat. 10 után elkezdenek számolni. Még 5 másodperc. Robinson lenullázva. Szó szerint. Hihetetlen öröm, hihetetlen feszültség, ami felszabadul Kokóból. Hát a pontozóbírók következnek, ők lesznek most a főszerepben. Ne felejtsük el, Steve Robinson a címvédő még jelen pillanatig. De ugyanez volt tavaly Navalom Drummondnal is. Kovács István megköszöni a közönség segítségét. Az Üllői úton kérem szépen volt már kutyakiállítás, színházi előadás, rögbi meccs, motorverseny, bunyó még soha, de ilyen jó, azt hiszem egyik se sikerült. 20 ezer ember tombol. Akár csak Darius Mihálcseszki, a nagy barát, ő is ugyanúgy föláll a ring mind a négy sarkába, és ünnepelteti magát. Köszönöm szépen! Látják, még is! Még nem szól a közönséghez Kokó, inkább Robinsonba boxol egy picit, de ez már csak egy fajkos évődés. Nincs harag, de Robinson ezzel valószínűleg lelép a profi box színpadáról. Sok nagy sikerben volt része, de most összekerült egy fiúval, akit nem lehet legyőzni. Tehát itt mondtam, Steve Robinson a címvédő. És ugyebár általában a pontozóbíró Mihálcseszki. Szóval a pontozóbíróban ilyenkor az van ugyebár, hogy nagyon meg kell verni a bajnokot, és nagyon meg van verve a bajnok, kérem szépen, nagyon meg van verve, úgyhogy most már oda kell adni egy másiknak, aki jobb nála. Tehát, mint említettem, három pontozóbíró van. Kovács István oda megy, és már megpuszíja, megcsókolja az ebulvet. És ugyebár ott van a másik öv is, a WBC interkontinentális öve, hiszen mind a két övér folyt a küzdelem. Kokónak az megvolt már egyszer, azt csak meg kellett védeni, és most ott a másik, amit ugyebár el kell hódítani. Támosi Zsolt, a menedzser, aki nagyon sokat szervezett azért, hogy az a gála jól sikerüljön. Baráti csókot nyomott Kokó arcára. És ott van Gomez is, az univerzum jelenlegi világbajnok a cirkáló súlyban, ő is eljött Hamburgból, hogy lássa ezt a csodát. A közönség pedig, mint látják, nem mozdul a helyéről. Miért mozdulna? Végül is holnap szombat, szünnap. Egy óra lesz, néhány perc múlva. Miért ne maradjanak itt? Persze. Krista asszony, Kokó felesége is följön. Egy hitvesi csók, egy forró csók. A győztesnél, hát persze, hogy megérdemli. Krisztina asszony egyébként mindig nagyon félti Kokót.
Hölgyeim és uraim! Eredményhirdetés következik. Következik az eredmény. Meine Damen und Herren, und hier die Punktgedungen. Torben Siemen Hansen. 120-110, ha jól hallottam. Óriási különbség. 120-108, óriási különbség. Az olasz 120-108 szintén egyhangú. Egyhangú. Ez csak Kokó lehet. Ő bizony, megvan az új Európa bajnok, 38 év után, Kovács István, a pehelysúly profi Európa bajnoka ebben a szent percben, és ott van már az öv is. A másikat hova teszik? Aranyjal futtatott, gyönyörű szép öv, ott pedig a WBC interkontinentális kisvilágbajnoki öve. Hova fogják majd tenni a világbajnokit, ha az is meg lesz? Ki lesz dekorálva rendesen, Kokó? Hihetetlenül magas arányú pontozása siker. Dramán sem verte meg ilyen fölénnyel. 220-108 az azt jelenti, hogy minden menetet ő nyert, és a másik is azt hiszem ugyanilyen volt. És Kokó következik, hallgassuk, mit mond a közönségnek. Hát, sziasztok! Ez volt az első értelmes mondat, amit ki tudtam mondani a meccs óta. Nagyon-nagyon elfáradtam, egy nagyon-nagyon nehéz ellenfél, sikerült itt megvennem. Egy nagyon hosszú felkészülés van mögöttem, de ez a felkészülés és ez a munka kevés lett volna, hogyha nem jöttetek volna el ilyen sokan. Nem álltatok volna a hátam mögé, és nem segítettetek volna nekem ezen a mérkőzésen. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. És mint ahogy tavaly ígértem nektek, hogy még hazajövök, és itt Magyarországon szerzem meg a következő címemet, ez most az Európa-bajnoki cím volt. Most megint megpróbálom megígérni, de természetesen ez nagyon nem biztos. Nagyon sok mindennek kell még eltörténnie. De olyan jó hangulatom, hogy megígérem, itt Magyarországon szeretném megszerezni majd a világbajnoki címet is. És remélem, hogy ugyanígy eljöttök, és a tévé előtt, és a helyszínen milyen sokra szurkoltok nekem. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm! A Kovács István Steve Robinson Európa-bajnoki mérkőzést csak önök láthatták Magyarországon. Most pedig rövidesen Kokó, majd Steve Robinson osztja meg önökkel legfrissebb benyomásait. Jön tehát Kokó és Robinson első nyilatkozata. Csak itt, az RTL Box Clubban. Mellettem már itt van az Európa bajnok, akinek sok szeretettel gratulálok. Azt mondtad korábban, hogy a Steve Robinson elleni a legnehezebb lesz, amiben élet legnehezebb meccse lesz. A legnehezebb volt? Nagyon kemény ütései voltak, bár nagyon ritkán találtam, nagyon vigyáztam magamra, de volt egy-két olyan mélyhajlásom, és volt egy-két olyan bentragadásom, amikor komolyan eltalált. Nem mondom, hogy veszélyes volt, tehát egy pillanatig nem inoktam meg, vagy egy pillanatig nem veszettem el a hitemet, de az biztos, hogy egy nagyon kemény ellenfelet sikerült legyőznöm. És hát most kimondottam, boldog vagyok, mert remélem, hogy sikeresen megmutattam mindenkinek, hogy mennyit erősödtem, mennyit tanultam a profi bunyóból, és itt nem csak a nézők, nem csak a tévénézők, nem csak a helyszínen, hanem remélem az egész világ a WBO vezetősége látta, hogy igenis érett vagyok arra, hogy megküzdjek Nassim Hameddel. Nehezebb volt szabadtéren boxolni? Hamedre majd visszatérünk egy kicsit később. Egy csodálatos érzés volt, ennyi ember előtt, az üllői út miattam megtelt, ez egy fantasztikus érzés. Ha itt zúgott volna az eső, mint ahogy szerencsére nem így történt, vagy szakadt volna a hó, az sem érdekelt volna. Itt bent a ringben tényleg csak ketten vagyunk teljesen, de hogy mi van kívül. Itt nekem most egy óriási szerencsém volt, hogy aránylag jó időben ennyi ember előtt sikerült ott legyőznem, de mondom, hogyha ez a mérkőzés nem jutott volna, hanem Angliában, hogyha nem jutott volna, hanem egy csarnokban, akkor sem lemutott volna akadályt. Viszont sok grimasz is belefért, ennyire magabiztos voltál? Mikor érezted, hogy megvan, nem mehet el ez a meccs? Azt hiszem, hogy ezt talán Öcsi bácsi is észrevette, hogy én általában, amikor önkívületi állapotba kerülök, akkor nem felelek a tetteimért. Ilyen volt az a grimasz is. Az edzőm teljes joggal nagyon sokszor leszívott, mert ez nem az én stílusom, ez nem szabad. Ez nem az ellenfele becsülés, ez egyszerűen automatikusan történt.
ezúton is elnézést kérek azoktól a nézőkről, akiknek nem tetszett, és elnézést kérek Robinsontól. Én maga tényleg tisztelem, és egy nagyon-nagyon nemes és komoly ellenfél volt, úgyhogy egyszer már nem jutott, hogy ott csúfoljam vagy gúnyoljam. Egy picit találgathatok, hogy azért mind a közönségnek megígérted azt, hogy a világbajnoki címedet is itt vívod, ami hát számunkra is egy picit meglepetés, de természetesen nagyon örömmel hallottuk. Ugye a Hamed, ezt talán kimondhatjuk, Hamed nem lehet, mert ő azért nem biztos, hogy eljön Magyarországra egyelőre. Gutyi Espadas boxol idén ősszel, esetleg Paul Ingle-ről lehet szó az IBF-től? A sors útjai kifünkészhetetlenek, mi mindenféleképpen Hamed irányában megyünk. Ha esetlegesen egy más világszervezetnél leszek előbb világbajnok, ez nem jelenti azt, hogy mi Hamedet kiadnánk a számításunk körül, mert hát egyrészt anyagilag más sportértékben Hamed a legfontosabb, de hogyha sikerülne előbb valakinek az övét elhódítanom, hát akkor nem leszünk szomorúak. Nagyon szépen köszönöm Kovács Istvánnak, és még egyszer sok szeretettel gratulálok neked. Szeretünk volna megszólaltatni Steve Robinsont is, felkészültünk rá. Sajnos Steve Robinson nagyon nehezen emésztette meg a vereségét, és úgy tűnik, hogy vele nem sikerül interjút készítenünk, úgyhogy lassan búcsúzunk. Néhány szót még szól Kokó is, hiszen egy-két mérkőzés, ami elmaradt a szeles időjárás miatt, most került be a programba. Ezekről esetleg majd a híradóban láthatnak összefoglalót, semmiről sem maradnak le. Sajnos Robinson tehát nem fog megszólalni nálunk. Nagyon sajnáljuk, hogy elvesztette az Európa-bajnoki címét, de nagyon örülünk annak, hogy Kokó az Európa-bajnok, és megtartotta a kis világbajnoki övét is, és remélem, hogy önök is nagyon jól szórakoztak itt ma este, és megérte ilyen sokáig fönnlenni. Kokó legszebb pofonjaiban búcsúzunk innen az Üllői útról, Budapestről, viszontlátásra!